Vona Gábor politikus, 2010 és 18 között országgyűlési képviselő, 2006 és 2018 között a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke, 2007 és 2009 között a Magyar Gárda elnöke. A 2018-as választási vereség után lemondott a párt vezetéséről és visszavonult a politikától. Ma vloggerként tevékenykedik. Köszöntöm a nézőket, Szirmai Dávid vagyok, a Blik főszerkesztő helyettese, és ez a Volt egyszer egy politikus újabb adása. Mai vendégem Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást. Mi van a Gárda mellényével? Hol van most? Az az igazság, hogy több is volt. Hol vannak? Talán azt, amelyikben a parlamentben megjelentem az első parlamenti napomon, azt kölcsönadtam, vagy bocsánat, azt oda ajándékoztam valakinek. Tehát, hogy azt valaki kérte, mint valamiféle politikai gyerekét, vagy nem is tudom, minek lehet nevezni, és az valakihez oda került, de nem emlékszem, hogy kihez. És aztán szerintem még hogyha nagyon-nagyon keresnék, lehet, hogy egyet találnék valahol. De most költöztünk nemrég, és pont ezen gondolkodtam, hogy bukkantam-e rá, de nem emlékszem rá. És hogyha megtalál és ránéz, akkor ez milyen érzéseket kelt önben most? Ma visszatekintve erre az időszakra, hát nagyon furcsa érzéseim vannak. Van bennem egy csomó sérelem is, azt kell mondjam. Tehát, hogy amit úgy érzem, hogy nem tudtam elmondani, vagy nem tudtam elmagyarázni, és nem is hiszem, hogy lehet. Tehát, hogy arról, hogy azt az időszakot rehabilitáljam, vagy elmondjam, hogy pontosan mi volt a szándéka, és hogy nem annak indult, mint amivé vált, vagy nem annak jött létre, mint amit az emberek beleláttak, vagy amit a sajtó belelátott. Szóval úgy vagyok, hogy már lemondtam erről. Tehát, hogy ha valaki ezzel szembesít, vagy emiatt elítél, akkor elfogadom. A saját gondolatai, meglátja a saját Gárda mellényét 2021-ben, és azt mondja, hogy hülye voltam? Nem. Tehát, hogy én ezt ma is vállalom, hogy én abban a pillanatban, azzal a tudással, azzal a gondolkodással, azokkal az élményekkel, azokkal a tapasztalatokkal, amikor akkor is abban a pillanatban rendelkeztem, úgy éreztem, hogy én jót teszek, és tiszta lelkiismerettel, nem anyagi érdekből, nem politikai érdekből, hanem valamilyen idealizmusból tettem azt, amit tettem. Nyilván akkor az Gyurcsány Ferenc kormányával szembeni fellépés volt, ugye? Tehát, hogy akkor ezt azért hagyd mondjam el itt is, hogy tehát ugye sokak számára a Magyar Gárda emléke az egy ilyen szélsőjobboldali szabadcsapat, amelyik a magyarországi cigányság és zsidóság, meg úgy általában a kisebbségekkel szemben jött létre. Ez nem igaz, tehát nem ezért alakult. A Magyar Gárda Gyurcsány Ferenc 2006-os eseménykezelésének reakciójaként jött létre. A Magyar Gárda részéről az én tudomásom szerint bizonyíthatóan, vagy a rendőrség által, vagy a bíróság által feltett módon egyetlen egy pofon el nem csattant. Tehát, hogy miközben én elismerem, hogy sokak számára sokkoló lehetett a Magyar Gárda látványa. Ebben a szituációban azt kell elképzelni, hogy egy csomóan, nem tudom mennyien van a Magyarországon, akik tényleg nácik, vagy tényleg nyilasok. Azt mondták, hogy na, ha alakul valamilyen szervezet, akkor megyek oda. Akkor ott a helyem. És az én felelősségem, vagy a mi felelősségünk az abban áll, hogy ebben a szituációban ezt nem tettük egyértelművé. Tehát mi ott azzal az áradattal, ami a Magyar Gárdába való csatlakozás kapcsán megnyilvánult a társadalom részéről, nem tudtunk, nem is akartunk talán olyan mértékben szűrni, ahogy kellett volna, és akkor talán elkerülhető lett volna, hogy azzá váljon a Magyar Gárda, amivé vált az emberek szemében, hogy ez egy szervezet, amelyik a cigány településeken felvonul. Önnek karamell nagy kedvence. Nagyon szerettem karamell. De még, amikor ő a Megasztárban feltűnt, akkor neki drukkolt, és abszolút. Volt ájulva, hogy a Jégszív című hát számot. Hát az betyár, az még most is, még libabőr is leszek tőle. És másnap pedig kiad egy olyan közleményt, mondjuk az ön által vezetett Jobbik, vagy az ön mint a Jobbik tagjaként, hogy a cigánybűnözés, így a cigánybűnözés, ez azért egy kettős dolog, nem? Nem feltétlenül, mert hogy azért az álláspont az soha nem az volt, hogy aki cigány, az bűnöző. 2005-ben, amikor a Karamellnek drukkolt a tévé előtt a Megasztárba, másnap azért nem állt ki, és mondta azt a pártársainak, hogy láttátok a Karamellt, hogy milyen baromi jó volt? Az a döbbenetes, hogy de. Én emlékszem, és nem is a Karamellre, hanem
Gáspár Laci. A Gáspár Lacira, amikor ő meg elénekelte a Homok a szélben. Tehát azt mondja, tényleg ajánlom a kedves nézőknek. Tehát ott még a Bakács Tibor volt az még az a zsűritag, és ő is azt mondta, hogy tehát ott ő is ott lehidalt, meg én is. És magam előtt van, hogy a Jobbik Villányút irodájában, ez is ebben az időszakban igen. van. Én arra kértem mindenkit, hogy gyerekek, ezt és nem azért mondom, hogy úristen, mennyire és Novák próbáltam én ott belül. Novák előtt az, hogy Novák előtt ott volt, azt Gáspár nem tudom. Gáspár Lacit és könyvbe lábadt a szeme. Nem hiszem. Én se. Homok a szélben, lehet, hogy az vagyok. Homok a szélben, tudom, hogy az vagyok. Lehet, hogy ez így utólag ilyen nagyon furának tűnik, hogy én ezt a kettőt nem éreztem annyira széttartónak, és szerintem, de mondom, ezeket a csatákat nem akarom már megvívni, mert úgyse, hogy hihetetlen, ugye ez volt rá a reakció. Mert hogyha akkor mi leülünk beszélni, meg egyébként beszélgettünk mi egymással a különféle tévécsatornákban, én azért merem remélni, hogy nem az a kép jött le rólam, de aztán persze lehet, hogy nem így volt, hogy én vagy mi valami kollektív, nem tudom, mire készülnénk, pogromokra. Mi rámvilágítottunk egy olyan problémára akkor, amiről senki nem beszélt. Mindenki a szőnyeg alá söpörte, és amit mi ott mondtunk, sokszor tényleg keresetlen szavakkal, meg sokszor túlzott vehemenciával, vagy tényleg bántó retorikával, de azt lássuk, hogy ez nagyon sok magyar embernek az érzetével, meg tapasztalatával találkozott. Igen, és ma én is azt gondolom, hogy nem ez visz előre. Hogy lehet ekkorát változni? Illetve az, aki most önnel szimpatizál, miért gondolja azt, hogy nem fog majd még egyet változni? Jó, ez két fontos kérdés, akkor megpróbálok össze az előre reagálni, hogy lehet ekkorát változni. Hát, szerintem az emberi életben a változás az nem hogy természetes, hanem szükség, kötelező. Tehát ami nem változik az életben, az meghalt. Én veszítettem ezzel, úgy érzem, mint nyertem, mert hogy bekerültem a senki földjére. Azzal, hogy én változtam, jelen pillanatban egy olyan senki földjén kóborlok, ahol az egykori jobbikosoknak, akik mondjuk a radikális jobbikba látták a maguk szimpátiáját, vagy azzal szimpatizáltak, én egy áruló vagyok, aki elhagytam ezeket az értékeket. Milyen a viszont? Van személyes kontaktusa ezekkel az emberekkel? Volt pártársakkal, tisztségviselőkkel, akik mondjuk a régen a kemény vonalat vitték a jobbikba? Hát minimális nyilván. Harag van bennük ön iránt? Sok. Hát nyilván a mi hazánkban valószínűleg nem hiszem, hogy nekem nagyon nagy respektem lenne. Ott valószínűleg úgy tekintenek rám. Jobbikban se nagyon van. Mert a pártelnök azt mondta őre, hogy megkeseredett ember. Ezt idős ag politikából visszamonult emberekre szokták mondani. Van ott személyes ellentét ez ügyben? Hagyd ne beszéljek erről, mert... Okay. Megkeseredett? Hát vlogot hoztam létre, alapítványt, nemrég könyvet írtam, tele vagyok tervel. Ha valaki számára ez a megkeseredettség, akkor nevezze annak, de én azt gondolom, hogy itt más oka van ennek a kifakadásnak, amiről azért nem szeretnék beszélni, mert szívesen, tehát hogy néha nagyon feszít, hogy ezt kibeszéljem magamból, de nem szeretném, mert nem lenne elegáns. Tehát az akkor, akkor tényleg abban a képben tűnnék föl, hogy én visszafelé beszélek az egykori pártom jelenlegi vezetőjére, ráadásul akkor, amikor ő egyébként éppen a legszebb napjait éli. Úgyhogy én egyelőre ezeket megpróbálom, nem esik jól, azt tegyük hozzá, nem esik jól, de megpróbálom elengedni a fülem mellett, mert megpróbálom az eleganciámat, ha van ilyen, akkor megpróbálom megőrizni. Nem akarok mindent a magyar társadalomra kenni, de mostanában egyre hajlamosabb vagyok rá, mert szerintem ez az ne szígyük már dühös, a politikát. Dühös a magyar társadalomra? Dühös vagyok a magyar társadalomra, így van, hogyha lehet így fogalmazni, mert hogy szeretjük szidni a politikusokat, ugye? De én azt gondolom, hogy olyan politikusaink vannak, amilyeneket megérdemlünk. Tehát lehet Vona Gáborra haragudni, de ez a magyar társadalom Vona Gáborokat érdemel, meg Gyurcsány Ferenceket, meg Orbán Viktorokat, nem, meg... Pont nincs ott, de... Oké, világos, csak hogy azt mondom, hogy a politikusokban, amikor szidjuk őket, akkor ne felejtsük, hogy önmagunk tükörképeit látjuk, azokat az embereket, akik pontosan annyit adnak nekünk a politikával vissza, amennyit érdemlünk. Se nem többet, se nem kevesebbet. Ha érték van benne, akkor azt megérdemeljük, ha gyarlóság, meg nem tudom, mi van benne, akkor azt is megérdemeljük, mert ezek vagyunk mi. Miből él most? Hú, hát nem egyszerű megélnem. Tehát azt azért látni kell, hogy Vona Gábor névvel azért nem, a piaci, próbálok piaci alapokon megélni, de nem egyszerű. Úgyhogy létrehoztam egy céget, egy KFT-t, ami
sok mindennel próbál foglalkozni, marketing tanácsokat is igyekszem adni, workshopokat tartani, mondjuk a Covid ideje alatt a workshopok tartására nem volt sok idő, meg lehetőségem, rendezvényeket szervezünk, kiírtam egy könyvet, ami nagy sikert aratott, ami egy kis reklámot, nem tudom, belefér-e itt. Olyannyira, hogy majd én erről szeretnék is kérdezni. Akkor nem beszélek róla, úgyhogy próbálok így megélni, nem keresek annyit, azt hozzá kell, hogy tegyem, mint amennyit politikusként kerestem. Tehát azt az egzisztenciát, ami nekem frakcióvezetőként rendelkezésem rált, azt nekem részben föl kell adnom. Tehát visszalépés anyagilag az, hogy kilépett a politikából. Szóval a könyvről, amit ugye írt, és azt mondta, hogy nagy siker, ugye ez a halálszorongás a témája, meglehetősen filozófikus mű. Hogy is volt a könyvében megírt történet arról az emberről, aki a parlamentben rendszeresen ön miatt járt? Igen, ráadásul ez egy relatíve fiatal ember volt, aki ugye parlamentben különféle meghívókon vagy engedélyeken keresztül be lehet jönni. Akkoriban még sokkal szabadabban lehetett egyébként, mint manapság, azért ezt Kövér László eléggé megszigorította. És volt ott egy egyértelműen pszichés zavarokkal küszködő fiatalember, aki valamiért nagyon kedvelt engem. Ez miben nyilvánult meg? Hát jött utánom. Volt a parlamenti folyosókon? Igen, volt, amikor csokit hozott. Tehát kellemetlenül, zavarodottan, kellemetlenkedve próbáltam a lehető legrövidebbre zárni ezeket a kontaktusokat. Tehát, hogy köszi, szia, és akkor igen, próbáltam menekülni. Amit szerintem majdnem mindenki megtenne egy ilyen szituáció, hogy próbálna. Csak hát ugye sajnos egy tragikus vége lett ennek a történetnek, mert egyszer úgy elmaradozott. Nem jött többet. Nem láttam, és valakitől megkérdeztem, hogy mi történt vele, és akkor ő elmesélte, hogy öngyilkos lett. Nyilván nem miattam, mert hogy pszichés zavarai voltak, csak bedobtam, belevetette magát a Dunába, talán nem messze a parlamenttől. Azért maradt mégis bennem, és azért írtam meg ebben a könyvben, hogy a halálszorongásról szól, és hogy az ilyen nagyon-nagyon drámaian csapott belém, hogy az élet az mennyire egyszeri, mennyire visszafordíthatatlan dolgok történhetnek, és hogy egy-egy gesztus, egy-egy, tehát egy utólag azt érzem, hogy legalább egyszer megölelhettem volna szerencsétlent, vagy meghívhattam volna egy üdítőre, vagy valami olyat, ami emberibb, mint az, hogy csak úgy ridegen próbálja az ember túlélni ezeket a találkozásokat. De emiatt lelkiismeret furdalása van? Hát igen, hát mégiscsak egy ember volt, aki hozzám pozitívan viszonyult. És a politikai pályájával kapcsolatban szégyenérzést, bűnbánat vagy lelkiismeret furdalás az van? Hát szerintem mindenkinek vannak ilyen érzései az életével, kapcsolatban munkájával, hogy nekem is, de erre kitaláltam egy ilyen viszonylag jó szófordulatot, ami talán legjobban lefedi azt, hogy mit érzek, hogy nagyon sok mindent szégyelek, de semmit sem bánok. És ennek a jelentése, ennek a mondatnak az, hogy nem szeretem például visszanézni a korábbi önmagamot, mert hogy cikinek találom nagyon sok szempontból. Nem mindent, de megtagadni sem szeretném, és ezért van a nem bánom. Mert hogy azt gondolom, hogy minden, amin én átmentem, az segített abban, hogy azt tudjam most képviselni, amit képviselek, ami pedig arról szól, hogy próbálok arról beszélni a közélet különféle fórumain, ahol én megjelenhetek, hogy a törzsi háborúskodást túl kell lépnünk, vagy ki kell ebből emelkednünk, és hogy azt gondolom, hogy az én példám, vagy az én életem, vagy az én pályafutásom az engem erre feljogosít, abban az értelemben, hogy én nem úgy beszélek a törzsi gondolkodásról, hogy olvastam róla pár tanulmányt, meg kutattam a Széchenyi könyvtárba, hanem én a törzsi gondolkodásnak egy nagyon-nagyon meghatározó figurája voltam a magyar közéletben. Egy törzsfőnök voltam, egy nagyon kemény törzsnek a főnöke. Őrről miniszterelnök úr köztudomású, hogy nagyon-nagyon szereti a sportot nézni. És én ebből kifolyólag kérdezem, hogy sportszerűnek tartja-e azt, ami ilyen módon ebbe a kampányba az ön pártja jelen pillanatban belefordul. Sportszerűnek tartja azt, hogy az ön emberei folyamatosan rongálják más pártok plakátjait. Sportszerűnek tartja azt, miniszterelnök úr, hogy az egyedüli állva maradt kormányváltó erő, ellenzéki erő a Jobbik elhallgatatására ön megpróbálja törvénytelen eszközökkel felhasználni az állami számvevőszéket, a kormányhivatalokat, a rendőrséget, az ügyészséget, lényegében mindent. Mostani fejével, ha visszanéz erre az időszakra, akkor a mostani Vona Gábor mit mondana a 2008-as Vona Gábornak, amikor látja, hogy
mi a stratégia? Beszélgetnék vele, és szerintem ez a megoldás, mert hogy nekem... Lebeszélni? Nem, amiről? Nem, de beszélgetni kell. Ennek a műsornak az a címe, hogy volt egyszer egy politikus. Ön szerint jogosan ül itt? A kérdésben az van erre, hogy leszek-e még politikus valaha, ugye? Igen, hogy jól értem. A múlt idő az indokoltam. Hát a szoftverem az nem változott. Tehát, hogyha azért megnézzük, most is a közélet közelében sistergek. A pártpolitikában nem vágyom vissza. Legalábbis jelenleg biztos, hogy nem. Tehát ezt legőszintében mondom. Szokták lehet ma politizálni Gábor... pártpolitika nélkül? Vagy pártpolitikai támogatottság nélkül? Nem egyszerű, de én ezt próbálom bebizonyítani, hogy lehet. Sokszor szokták kérdezni, hogy Gábor, nem hiányzik a parlament, hogy ott felszólalni újra, meg a kampány. Nem. Tehát, hogy amit most a magyar politikában látok, az engem nem vonz, mert hogy folyamatosan a törzsi háborúról szól, és amiről én szívesen beszélek, meg ami az én fejemben, meg a szívemben van, és amiről úgy érzem, hogy hitelesen tudok beszélni, ezek pont ennek az ellenkezője. Mondja ezt egy egykori törzsfőnök. Egy egykori törzsfőnök mondja, és az, hogy a jövő mit hoz, mert mondom, a szoftverem nem változott. Tehát engem a közélet, meg a társadalom továbbra is nagyon foglalkoztat. Nem vagyok az a típus, aki el tud vonulni. Tudok könyvet írni, elvonulni, de azt nem tudom, hogy magamban tartsam a gondolataimat. Tehát valamiért nekem mindig úgy érzem, hogy neki kell állnom, és a társadalommal valahogy kontaktálnom kell. De hogy ebből lesz-e valaha politika még, azt nem tudom. Azt sem tudom mondani, hogy nem. Akkor legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.